7 éves voltam, amikor először megrázott az áram, és onnantól kezdve azt éreztem, hogy teljesen más vagyok. Természetesen akkor ezt még nem tudtam, hogy miben nyilvánul meg, amit én érzékeltem és észrevettem, az csupán annyi, hogy nem voltak barátaim, nem igazán foglalkozott velem senki. Mondhatjuk azt is, hogy csak is a kis állatokkal találtam meg a közös hangot, idézőjelesen. És akkor történt akkoriban, 7 éves koromban, hogy elhullott kis állatkák, legalábbis amit én annak gondoltam, azok élettek fel a kezeim között. És ahogy idősödtem, 14 éves koromban még mindig nem voltak barátaim, és akkor volt 94-es években volt a nagy szellemidézések korszaka, amikor is minden tini ezt kipróbálta, hogy valakit meg kell idézni. Mi is kimentünk a közeli rózsakertbe, 21 gyerek, körbeálltunk, gyertyát gyújtottunk, és megfogtuk egymás kezét, és egy gonosz lelket akartak megidézni a többiek, mire én kiszakadtam a körből, és azt mondtam, hogy ne, ezt ne csináljátok. Hátrébb léptem, elkezdtem hátrálni, és ezek után 21 ember azt mondta egyöntetűen, hogy Glóriát láttak a fejem felett. Tizenhat éves voltam, mikor is egy fiú nagyon-nagyon tetszett nekem, csak ez nem volt viszonozva, és kipróbáltam a mágiának az összes fajtáját, mindenféle lehetőséget, és csináltam voodoo bábút, amivel hát őt szerettem volna megszerezni, és mivel ő nem viszonozta továbbra sem az érzéseimet, így a voodoo bábút elkezdtem ugye szurkálni, és eltörtem a lábát, majd másnap ez a fiú leesett a tetőről, és a szemem láttára tört el a lábát. Ezután nagyon-nagyon megijedtem ettől az egésztől, és hogy működik ez a dolog, és ezért későbbiek folyamán nagyon-nagyon kemény büntetést kaptam az élettől, a sorstól, és volt még olyan történet is, hogy mivel nem voltak barátaim, piszkáltak az iskolába állandóan, és én így hasra ütve azt mondtam, hogy na, most te fogsz felelni, ha bejön a tanár, és ez rendszerint be is igazolódott, és ezért rám sütötték, hogy boszorkány vagyok. Majd 19 éves koromban megláttam az első kártyát, amiben beleszerettem, illetve felkeltette az érdeklődésemet, megvettem akkor még csak kíváncsiságból, játéknak képzeltem az egészet, otthon elkezdtem forgatni, nézegetni, és arra lettem figyelmes, hogy a kártyákat értem. Tehát értem a rajzokat, értem azt, amit ők sugalnak. Elkezdtem először magamnak ezeket tapasztalgatni, fejleszgetni, és most már 17 év telt el, hogy kártyázom, és mondhatjuk azt, hogy mindennapi szinten foglalkozom vele, és egyre több és több ember kéri a tanácsomat. Aztán azért sem foglalkozom a sötét dolgokkal, a fekete mágiával, mert van 4 gyermekem, akik nekem a legfontosabbak természetesen, és semmiféleképpen nem szeretném azt, hogy bármibe is belenyúlok, és ezért az legyen a büntetés, hogy nekik bármi bajuk történjen. Tehát felesküdtem arra, hogy csak is a jó dolgokat csinálom, és csak is a jó dolgokat segítem. Azt, amit Isten enged nekem. Én ezeket a dolgokat mindenképpen egy ajándéknak tekintem a sorstól, és az Istentől, mert teljes mértékben megváltoztatták az életemet, és ezáltal tudok segíteni más embereken is. Aztán, ami még mérföldkő az életembe, tehát ugye 17 éve kártyázom, és 3 évvel ezelőtt újra megrázott az áram,
egy boxedzés után mentem haza, csináltam egy turmixot, és egy őrületesen nagy ütést éreztem. A turmix gép elszállt, én összeestem, és pillanatokig úgymond feküdtem a földön, nem tudtam, hogy élek vagy halok. Elkezdtem a hűtőbe kapaszkodni, és kidobálni belőle a dolgokat, hogy vajon kizuhannak-e. Majd ezek után a gyerekeimet szólongattam, kiabáltam nekik, hogy vajon jönnek-e a hangomra. Előjöttek, és nem értették, hogy mi történt. Ugye ott feküdtem a földön, a tenyeremen a sérüléssel, és mikor ráeszméltem, hogy én hát élek, akkor úgy gondoltam, hogy na, akkor most kaptam nagyobb képességeket az Istentől. És ez csak így kiszaladt a számom, de egy hét után bizonyosodott, hogy ez valóban így van, ugyanis akkor találtam meg a halott fiút, aki Szőrligeten, akinek Szőrligeten volt a holtteste. És ettől a pillanattól kezdve érzékelem a holtakat, látom a lelküket, őket, magukat, de soha nem idézek meg senkit. Tehát ez mindig úgy történik, hogy ha egy lélek megkeres, akkor azt próbálok neki segíteni és leközvetíteni az ő üzenetét, akárkiről is legyen szó. Oh,